Magyarország eddigi legnagyobb kapacitású naperőművét adták át Felsőzsolcán. Az MVM csoport idén a felsőzsolcaival együtt összesen 110 naperőmű építését kezdte meg az országban. Ezek hamarosan 50 ezer háztartás, vagyis egy 100 ezer lakosú város éves energiaigényét képesek majd ellátni. Itt látható a felsőzsolcai naperőpark, amit az MVM csoport épített. Az országban még 110 ehhez hasonló, de ennél kisebb kapacitású létesítményt adnak majd át a közeljövőben. A program elsőként megvalósuló projektje ez a felsőzsolcai 20 megawattos naperőmű, amely egyben jelenleg Magyarország legnagyobb beépített teljesítményű üzemelő naperőműve is. A térség országgyűlési képviselője a környezetvédelmi szempontok fontosságát is hangsúlyozta Felsőzsolcán. Ezek a napelemek zajtalanul, tisztán és mindenféle káros anyag kibocsátása nélkül működnek. Én nagyon köszönöm és gratulálok azoknak, akik ezt a napelem parkot megálmodták ide, és meg is tervezték, meg is valósították, meg is építették. Emlékezünk, hogy abban a hideg időben hogy kezdtek neki, aztán a nyár is elég meleg volt, de íme itt van, és mind a mi életünket és a jövő nemzedék életét szolgálja majd. 2040-re a világ villamos energiafogyasztása a jelenlegi másfélszeresére nőhet, hazánknak pedig jó adottságai vannak a napenergia hasznosításához. Magyarország kormányának szándéka a tiszta, okos, megfizethető energia előállítása, ennek jegyében az energiaellátás biztonságának az erősítése, és többek között az energiaszektor klímabarát átalakítása is. Ezt teljesíti a felsőzsolcai naperőmű beruházás is. Az MVM csoport idén összesen 110 naperőmű építését kezdte meg az országban. Ezek segítségével hamarosan olyan mennyiségű energia termelődik majd, amely 50 ezer háztartás, vagyis egy Székesfehérvár méretű város éves energiaellátását képes majd fedezni.